Mi történik a testünkben, amikor idegesek, dühösek vagyunk, aggódunk vagy stresszelünk? Konkrétan milyen negatív élettani változások zajlanak le bennünk, és miért okoz ez olyan hatalmas nagy galibát, milyen következményekkel jár? Egyebek mellett erről beszélgetünk Zoltai Miklós, pszichológussal, jogaterapeutával, minősített vezető jogatanárral, a Debreceni Jóga Egyesület alapító elnökével. Szeretettel köszöntök mindenkit a Jóga Egyesület YouTube csatornáján, Magyarosi Marianna vagyok, és bízom benne, hogy ezeket a témákat alaposan körbe fogjuk járni, sőt reményeim szerint beszélünk majd arról is, hogy a gyerekkorunk viselkedési mintái miként hatnak életünkre, hogyan tudunk ezeken változtatni, sőt szó lesz arról is, hogy mi az életünk valódi célja. Tartsatok velünk! Minden élőlény, beleértve az embert is, egy külső közegben él. A külső közegből nagyon sokféle inger éri az élőlényt, így az embert is. Ezeket az ingereket, most maradjunk az embernél, az öt érzékszerven keresztül tudjuk felfogni. A látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, és hát van még egy másik, ugye a mozgás érzék, a kinesztétikai érzékelés. Ezeket az ingereket úgy hívjuk, hogy stresszorok. A stresszorok teljesen normális működések, vagyis azt jelenti, hogy az ingernek a felvevőiket hívjuk stresszoroknak. Azzal kellene a megértést kezdeni, hogy kétféle ingert különböztetünk meg. Az egyik, amit úgy mondanánk, hogy negatív, ez a distresszek. A másik, amelyeket úgy mondhatnánk, hogy pozitívak, ezek az eustresszek. EU-stressz. Semmi köze az euróhoz, vagy Európához. Ez Seje Jánosnak az elnevezése. Ez az egész földünk összes élőlényét érinti. Maga a stressz semleges. Tehát semmilyen előjele nincs. Tehát az, hogy fúj a szél, ez egy objektív történés. Én kint vagyok, és érzékelem a szelet, mondhatom azt, hogy kellemes, mondhatom azt, hogy nem kellemes. Mitől függ az, hogy kellemes, vagy kellemetlen? Attól a beidegződéstől, amely a gyermekkorunkban, születésünktől kezdve, a nagyobbaktól, elsősorban a szülőktől, mint minősítések jelennek meg. A kisgyermek körülbelül 2 éves korában jut el odáig, hogy a külvilág felé fordul. A külvilág ingerei odáig is érték, viszont még nem volt kifejlődve az érzékszervi rendszer. Vagyis nem annyira fejlett, hogy foglalkozzon is vele. Tehát ez egy nagyon sokrétű, ma úgy mondanánk bonyolult agyi és idegrendszeri és érzékszervi kapcsolódás. Amikor egy stressz ér bennünket, akkor kétféle válaszreakció van, az egyik az adrenalin, a másik pedig a hisztamin. A hisztamin az, amely a védekezést intézi, vagyis szoros kapcsolatban van a létfenntartási ösztönnel. A létfenntartási ösztön, ahogy mondtam, maradjunk az embernél, az, de minden élőlénynél is alapvető, mert emiatt maradunk életbe. Ez egy túlélés, ezt én nem szeretem, mert mit akarsz túlélni? Például a munkanapot. A munkanapot, igen, az jó. Az jó, hogy a munkanapot túl akarod érni. De az életet nem lehet túlélni, mert az élet az állandó. Ha most a két választ, tehát jön az ingert észlelem, az észlelt inger, az bekerül az észlelő központba, például a látómezőbe, ott még mindig abszolút semleges. Ám ott átkapcsol
Egy benső tudatosságon keresztül, úgy mondanám inkább, hogy a tudatalattin keresztül bekapcsol a memóriabankba. A memóriabankban azonban már ott vannak a kisgyermekkortól összegyűlt viselkedési minták, vagyis a minősítések. Tehát a kisgyerek otthon ül, bámul a levegőbe, és egyszer csak észreveszi, mert ugye látja, meg hallja, hogy leesett pohár, összetört. Ez neki nem jelent semmit se. Csupán annyi, egy mozgásérzékelés, és egy hangérzékelés, és egy látvány. Ám, ha ott van például mondjuk anyuka, apuka, vagy egy nagyobb testvér, azok, ahogyan reagálnak arra, ahogy leesett az a pohár és eltört, ő azt a történést azt elraktározza. Semmit nem ért belőle, nem tudja, hogy pohár, nem tudja, hogy eltört, benne nincs semmi, mert bizonyos mérték tabula rasa, nincs benne semmi. Ám most látott egy ilyen történést, és azt is, hogy ki hogyan reagált rá. Ha úgy reagált rá ott egy nagyobb, hogy a fene egye meg, összetört, ez a kedvenc poharam volt, és mind a hanghordozását, mind a szavakat, mind a gesztusokat fényképszerűen beviszi. Ez nem tudatos működés, hanem ez ugyanaz, mint amikor egy állat lát valamit. Nem érti, nem tudja. De a macskámnak azt mondom, hogy helyedre, nem tudja, hogy én mit mondtam, de azt már megtapasztalta, hogy megfogtam és beraktam a kosarába, és közben ezt mondta, hogy macska, ez a helyed. És mivel ez többször megismétlődött, ma már elég, hogyha csak rákiabálok, hogy macska, helyedre. Továbbra se tudja, mi az, hogy hely, továbbra se tudja, hogy én mit csináltam. Van egy rezgés, és ehhez a rezgéshez társítja a történést, illetve a kosarát. Szó sincs arról, hogy ez tudatos. Nos, ugyanígy van a gyerekeknél is. Ez az életben maradás törvénye, a létfenntartás ösztön, hogy elsajátítom a védekezési módszereket, vagy a viszonyulási módszereket. Tehát az, hogy hogyan reagálok én vagy te ugyanarra a történésre, az már nem is tőlem függ, hanem a tudat alattiban elraktározódva a memóriabankba, az fogja az én válaszomat, reakciómat irányítani. És ez egy nagyon fontos dolog, mert azt mondjuk, hogy ennek és annak a hatása. Ilyen nincs. Tehát van egy inger, ami semleges. Az érzékszerveknél még semleges, az érzékszervi agyi központban semleges, de amikor átkapcsol a tudattalannal a memóriabankba, és ha már arról van információja, vagyis egy viselkedési minta, amit nem tudja viselkedési minta, annak alapján fog reagálni. Ezért mondhatja azt az egyik, hogy hú, de hideg ez a szél, és összehúzza a ruhát, és gyerünk innen, mert fázok. Vagy a másik, akinek meg direkt jól esik, de hogy ez egy nagyon klassz, és még le is veti a kabátját. Tehát itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy nem a gének és nem a genetika határozza meg a viselkedésünket, ahogy hiszik, hanem ennek a két működő eszköznek, az adrenalinnak és a hisztaminnak a kémiai szerepe, amelyen keresztül ez az egész idegrendszer és agyrendszeri, központi idegrendszer és periféres idegrendszer és a hozzá kapcsolódó hormon működés beindul. Csak van egy érdekes dolog, hogyha a tanult minta a hisztamint részesíti előnybe, akkor az egy védekezési rendszert hoz létre.
És ennek a következtében olyan erőteljes válaszreakciók jönnek létre, amelyre tehát nincs is szükség. Tehát két működésünk van, az egyik az, hogy védekezés, a másik a növekedés. A védekezés az a hisztamin része, a növekedés meg az adani része. Nagyon leegyszerűsítem. Tehát történetesen én megtapasztaltam, tehát még addal vissza kellene menni, hogy ez egy utánzási folyamat a kisgyermekkorban, amely ott marad életünk végéig. Ám van egy érdekessége, hogy ez a kód később felülírható. Tehát én láttam, hogy jaj, a felejtje meg, és amikor már én is tudok beszélni, akkor én is ugyanazt fogom mondani, jaj, a felejtje meg, leesett ez a hülye pohár. Ugyanakkor nem én tapasztaltam. Na most ezt csinálom így többször, hogy így reagálok hasonló történésekre, ám nagyobb lévén egyszer csak rájövök, hogy minek is. És itt van egy nagyon érdekes dolog, és itt tévedtek idáig, hogy a genetika határozza meg, a gének határozzák meg a tudatműködését, de ez nem igaz. A gén még magát se tudja irányítani. Hanem mi történik? Az, hogy bennem is elindul a tanult minta alapján az ősi válasz, hogy a fene egyen meg ezt a rohadt poharat, elindul gondolati szinten, elindul a hisztamin, viszont ez óriási mennyiségű energiát követel. Tehát a védekezés az sokszorosan több energiát vesz föl, akár fölöslegesen. Gondolj arra, amikor valaki veszekszik. Egy másodpercig veszekszik? Nem. Több perc, órák, vagy lehet, hogy hetek, vagy lehet, hogy évek, vagy lehet, hogy évtizedekig. Vagy egész életében. Erre, arra, amarra, dühös, ezért vagy amazért, és itt jön be egy dolog, hogy kezdetben ez egy érdekviszony. Tehát minden élőlényt, még az egysejtűt is, az érdekviszonya, mondhatnám így, bár egysejtőre van szó, az érdekviszonya irányítja. Ha a táplálékot észlel, akkor oda megy. Ha toxikus anyagot, akkor elmegy. És csak egy egysejtű. Na most nekünk körülbelül 50 trillió sejtből álló szervezetünk van, amelyek különböző funkciókra realizáltak és összeálltak. Tehát a válaszadást nem egyszerre az egész 50 trillió sejt adja, hanem azok a részek, azok a sejttömörülések vagy szervtömörülések, amelyek erre lettek hivatottak. Igen, nem, de akkor is egy csomó energia szükséges ehhez. Ezért mondják, hogy na, mikor hagyja abba valaki a veszekedést, mérgelődés, idegességet? Amikor elfárad. Így van. Mikor elfárad. És nem hagyja abba, de már nincs energiája. Nem tudja tovább folytatni, kell pihenő, alszik, majd holnap folytatja. Ja. Na most ez a viselkedés minta az, amit jó volna az orvostudománynak tudni, hogy a betegségek valójában annak következménye, hogy az energiaszinten mikor esik arra a szintre, ami olyan libikóka, hogy maradhatok egészséges, friss, de maradhatok, illetve lehetek, épp az ellenkezője, fáradt, ideges, nyugtalan, feszült. Na most ebben az esetben, az előbbiekben, gyermekkorban, vagy még később is, mindaddig, amíg fel nem ismerem, hogy ez értéktelen és felesleges, hát leesett, készen, most akkor mi van? Hát semmi, fősöpröm, aztán egy pohára kevesebb. És azt mondom, leesett, kész. Összesöpröm, kész. Mint ha mi se történt volna. És ebben esetben az történik, hogy a tudat,
amelyen átláttam ennek az értéktelenségét és felesleges idő és energiapocsékolását, megszünteti a hisztamint, és az adrenalinnak azt a részét kezdi működtetni, amely növel. Ugyanis minden sejtnek megvan az, hogy mennyi ideig el. Van, amely pár percig. Van, amelyik óra, hét, két hét. Tehát, de akkor az a sejt megöregszik, elpusztul. Na most az érdekesség az, hogy mi is történik, amikor én kontrolláltam a történést és a viselkedésem, amelynél rájöttem, hogy nem érzem jól magam. Aki haragszik, mérges, ideges, bírál, kritizál, irigy, rossz indulatú, nevezhetjük petyinek, pletykának, az mindig valami érdeket képvisel. Tehát minden emberben két dolog működik. Tehát az első volt az, hogy védekezés és növekedés. A másik, szintén szoros egység, a hiány és a nyereség. Ezek szinkronban dolgoznak. Na most mindet mi vezérli? Egy idő után mindet a kialakult érdekrendem, érdekviszonyom, és ennek alapján jön létre az értékrendem, és nem fordítva. Itt téved a szociológa. Értékrend nincs érdek nélkül. Tehát még a egysejtűnek is van érdekviszonya, fölruháztam egy kicsikét, mert ha élelem, oda megy. Ez az érdeke, hogy egyen, így marad életben. Ha pedig méreganyag, akkor meg elmegyek, mert így védem magamat. Tehát valójában a saját érdekünkben cselekszünk önző módon. Így van. Ezért mondták régen, hogy önző gén. Csak most a gént kicsit túlzásba vittük. Ugyanis mi történik, ha én azt a történést a pohárral kapcsolatos sztorira gondolok, most nem úgy viszonyulok, ahogy megtanultam, mert tapasztaltam x-szer, hogy ha mérges vagyok, ideges vagyok, dühöngök, nem érzem jól magam. Fáj a fejem például, fölmegy a vérnyomásom, vagy nagyisten szaporább lesz a szívverése, vagy egyszerűen megfoghatatlanul gyöngeségérzet van bennem. Most ezt tapasztaltam, kapcsolom a történéshez, és akkor azt mondom, mert mi emberek rendelkezünk ilyen tudattal, hogy hoppá, ezt ezután nem így csinálom. Na most a tudattalan által elindított ösztönszintű reflexiók és a hisztamin itt felül lett bírálva, és a növekedés indul el, vagyis a növekedés alatt azt értem, hogy több leszek. Most azáltal, ha én több leszek, akkor én pozitívan érzem magam. Tehát a régi gondolkodásmódon azt mondjuk, hogy a gén határozza meg az én viselkedésemet, de ez nem így van. Hanem a viselkedésemet a tanult minta határozza meg, amelyet, ha felismerek, hogy számomra előnytelen, nem növekszem, hanem csökkenek, akkor a tudat megváltoztatja és felülírja a hisztamin genetikus működését, és én ezután nem leépíteni fogom magam, hanem felépíteni. Most nézzük meg fiziológiailag, mi is történik. Ha valaki feszült, nyugtalan, ideges, dühöng, haragszik, szomorú, aggódik, akkor a hisztamin elkezd dolgozni, és mi lesz a következménye, és persze kapcsol más egyéb különböző benső működéseket is, ez most nagyon hosszú lenne elsorolnom, ezért így összefoglalom mondom, amelynek a fiziológiás működésben a következő lesz azonnal. A fejem búbjától a lábom ujjáig létező összes izom a belső szervekben lévő vérerek
sima izomzata, vagy például a tüdőben lévő kis légcsövecskék sima izomzata, vagy az agyban lévő vérerek sima izomzata, sőt, a szív speciális izomzata is, persze ez a sok más-más százalékos arányban összehúzódik. Na most, hogyha az izom összehúzódik, mindegy, hogy milyen izom, ugye az izom, mondom így egyszerűsítve, népen azt mondja, hogy a hús, ugye az izomban ott futnak a vérerek. Mi történik a vérerekkel? Az, hogy egyrészt van egy külső nyomás, egy presszúra az izom részéről, ami ráfonódik a vérérre, összenyomja, csökkent a keresztmetszét. Van egy a másik hatás is, amely a vérér saját izomzatát érinti, és ott is a sima izom összehúzódik. Na most a következmény, hogy a vérér annak a keresztmetszete csökken. A legnagyobb artéria, a legnagyobb átmérő vénánk is 2-3 cm-esektől a legkisebb mikróig mindegyiknek szűkül a keresztmetszete valamilyen formában. Ebből te semmit nem érzel, mert ez egy belső rendszerben működik, amelyet a védekező ösztönnek nevezünk. Most erre hihetetlen mennyiség energia elmegy. Ennek a következményt érzed, de magát a történést nem, mert az nem a mi tudatos érzékelőségünk körünk. Tehát több jelzőrendszerünk van, és most nem Pavlovira gondolok, tehát van egy belső kör, amely egy szerv, vagy egy sejt, és annak a központi, agyi központi részével van egy összefüggés, egy oda-vissza pálya. Úgy mondjuk, hogy afferens-eferens pálya. Tehát egy leszálló és egy felszálló. A központból leszálló inger megy a működő sejthez, vagy szervhez, onnan megy vissza a jelzés, mert a szerv nem tudja, hogy igazából hogy is dolgozzon, megvan ugyan a kódja, de egy oda-vissza működés van. Például meg akarsz tanulni biciklizni. Látod, hogy hogy kell biciklizni, megfogod a biciklit, és utánzod, nagy valószínűséggel az lesz, hogy elesel. Én legalábbis elestem. Ugyanakkor tudom, hogy mit kell csinálni, mert láttam. Viszont itt hiába tudom, de se a lábizmaim, sem a kézizmaim, semmi izom, ami a biciklizéshez kér, fogalma sincs, hogy van bicikli. És így biciklizni akarok. A tudatomban van, hogy biciklizni akarok. De a végrehajtó rész semmit nem tud. De küld a központ, hogy bicikli, tedd a lábad a pedálra, ezt meg tudom tenni, fogd meg a kormányt, lüktasd a lábaddal magad, azt próbáld áttenni, aztán hajtsad. Igen ám, csak ez annyi új inger és információ, hogy az izom nem tudja követni. Ezért megy vissza a jelzés, hogy lecsúszott a lábam a pedálról, a féket húztam be a csöngő helyett. De? Most oda-vissza mennek a jelzések, hihetetlen gyorsasággal, és mondjuk 3-4 nap alatt így az oda-vissza jelzések alapján kialakul az agy, ideg és a működtető izom közötti kapcsolat, és egyre jobban tud biciklizni. Na most nézzük, csak menjünk vissza. Tehát, hogyha valaki feszült, ideges, nyugtalan, annak az oka elsősorban a veszteség, az, ami mint életenergiát elpocsékolt. A másik, hogy ott van egy vágy, amit szeretnék, hogy megvalósulna, de ez a vágy egy, több variáns van, egy, nem úgy valósul meg, ahogy szeretném, ezen belül részben valósult meg, egyáltalán nem valósult meg, vagy pont az ellenkezője. Most minél jobban odáig jutunk, hogy az ellenkezője, vagy egyáltalán nem, annál nagyobb a feszültség, a nyugtalanság, és az, mert a vágy meg akar valósulni. Igen ám, csak hogy nem tud megvalósulni, mert van egy olyan objektív ok, ami a szubjektum által átléphetetlen. De a vágy az ott van, és tovább sarkal téged,
és nagyszerű a magyar nyelv, azt mondja, hogy indulat. Indulatba jött. Mondjuk is, hogy indulatos. Hova indulsz? Hát, hogy megvalósuljon. Mert ez a törvény. Na most, amennyire nem valósulnak meg a vágyaink, a hiányaink egyre nagyobbak, a nyerességünk egyre kisebb, ezért egy állandó akcióba vagyunk, és vagy így, vagy úgy, vagy többszörös áttétellel, ha nem is az, de valami mást megvalósítunk. Ha most ez alatt az idő alatt mérhetetlen mennyiségű értéktelen időt és energiát pocsékolunk el, amire elfáradunk. Ez a természetellenes fáradtság. Most visszatérve az előbbi fiziológiai történésre, tehát hogyha az izom összeszorul, összehúzódik, szűkíti a vérérkeresztmetszetét. Mi történik? Bernoulli törvény, az áramlás felgyorsul, ha a keresztmetszet, amin átfolyik, csökken. Mi történik? A szív erőteljesebben kezd dolgozni, mert a szív azt mondja, hogy tudom a dolgom, mindenhova el kell jutatnom a vért a legkisebb érbe is. Tehát szegénykém, akkor tízszeresen, vagy sokszorosan el is elkezd dolgozni, na neki be kell préselni a vért. De ez fölösleges. A szív kikészül, és az, amikor azt írja a kardiológus, hogy szívizomgyengeség szedje erre ezt a gyógyszert, akkor az mitől lett? Ki hozta létre? Kórokozó? Nem. Az a rossz minta, amit megtanultam. Milyen további következmények lehetnek még? Na most, ha nem jó a vérkeringés, mert a szív nem fogja tudni ellátni, vagy nagyon erősen dolgozik, akkor is egy darabig a kontrakció ott marad, ami persze magát is feloldódik egy idő után, de addig, amíg összehúzódva van, annak a területnek, mondjuk, ahol összezáródott ez a kis kapilláris, mondjuk egy agyú területen, ott lesz egy agyi infarktus, mert nem agyvérzés, mert ugye az az agyterületben húzódó vérér össze van nyomva, össze van húzódva, fejfájások, migrén jelentkezése, de hogyha teljesen el van záródva, az az agyi terület X időn belül elhal. Mehetünk tovább, ugyanis ennek van még egy másik következménye is, hogyha nem jó a vérkeringés, akkor nem csak az agynak, mindenütt, ahol nem jó a vérkeringés, anyagcsere zavarok jönnek létre. Vagyis egyrészt az adott szerv, és azon belül minden sejt, mondjuk hasnyálmirigy, de mondhatnám a gyomrot vagy a beleket, mivel nincs megfelelő keringés, nincs megfelelő tápanyag odavitel. A másik, ugye, hogy az anyagcsere, azok végtermékekkel járnak, vagyis toxikus anyagok, méreganyagok termelődnek, és ezek a méreganyagok nem szállítódnak el. Tehát az a sejtkultúra, ami egy jó közegben élően és jól dolgozik, vagyis egészséges, a felhalmozódott csalakanyag és méreganyag következtében pöcegödör lesz. Pöcegödör szót azt hiszem mindenki ismeri. Ne? Bár már sok helyen nincs ilyen. Na most az a sejt egy ideig dolgozik, de amikor feléli a saját élet lehetőségeit, elpusztul. Igen, most jön a növekedés, termelődik osztódás, egy újabb sejt, csak hogy milyen közegbe kerül. Tehát, hogyha abba a közegbe idézel születik bele, amit pöcegödörnek jellemeztem, akkor persze dolgozni fog, de nagyon hamar elpusztul. Most van egy virág, és azt te el akarod ültetni. Ha nem megfelelő földbe ülteted, egy darabig kínlódik, és elpusztul. De a jó televénybe, mondja ugye a szántóvető, jó televénybe vetem a magot, gyönyörű búzám lesz. Na most visszatérve a viselkedésre.
Ha én mérgelődök, idegeskedek, nyugtalankodok, aggódok, szomorú vagyok, bánatok, az mind hiány, azzal nem fogok megoldani semmit, hogyha ezt véleményezem, minősítem, és különböző gesztikulációval fejezem ki. Mert nem fog változni. Ellenben ezek a negatív folyamatok ott zajlanak a szervezetünkben, tehát gyakorlatilag saját magunkat tesszük tönkre. Így van. Nem csupán a szív károsodik, mert többletmunkára kényszerül, és nem tud mit csinálni, mert neki ez a programja, de minden szerve és minden sejtje károsodik. Mert olyan hormonok termelődnek, amelyek pusztító romboló hatások egyszerűen kifejezőnek. Na most ez a newtoni és régi biológia szemléleti orvoslás, ami még ma is él és működik, ez még mindig ragaszkodik ehhez a megszokott formához, és nem az alapján vizsgáljuk a beteget, hogy milyen az energia szintje. Ez nálunk fehér folt. A mi orvostudományunk ezzel, hogy fáradtság nem igazán tud mit kezdeni. Tehát a betegségnek az okozatát, illetve a fáradtságnak, az energiahiánynak a következményét tudja diagnosztizálni. Elgyöngült a szívizom, vagy nem jó a cukor, inzulin termelés. Tehát mérni lehet ezeket, vagy ilyen agyi, vagy szöveti elváltozások, CT, emissziós, vagy mikroszkópos mintáknak a vételével, meg, tehát, de ezek az okozatok. Az, hogy fáradtak vagyunk, törvényszerűen maga után vonja ezeket a testi folyamatokat, azért nyugtass meg bennünket, hogy nem minden egyes fáradtság esetén indulnak el ezek a nagyon negatív folyamatok. Tehát kétféle fáradtságról beszélünk. Most a kérdés, hogy ki beszél erről? Az orvostudomány nem. De a joga élettan, nevezzük a mai néven így, az igen. Tehát a természetes fáradtság az, hogy minden munkavégzésnek van anyagcsere végterméke, amely, ha felszaporodik, akadályoz az életem működéseket. Ezért van a pihenés. A pihenés alvás alatt, vagy ha nem is alszom, de pihenek, mi történik? Nincs terhelés, és nincs további munkavégzés. Ha nincs munkavégzés, akkor előtérbe kerül a kiválasztó szervrendszer működése. És ilyenkor az erősen dolgozik, és a felszaporodott anyagcsere végtermékeket, toxikus anyagokat, méreganyagokat, salakanyagokat a kiválasztó szervrendszeren keresztül eltávolítja. És amikor ez eltávolodott, akkor te fisnek érzed magad. Tehát minden tevékenység következménye a fáradtság. A fáradtság oka a felszaporodott anyagcsere végtermék, amely akadályozza az új tápanyag és az új oxigén szint, mindent egyszerűen mondok, beáramlását abba a sejtbe vagy abba a szervbe. Az izmoda is dolgozó, elfáradtam, leteszem a súlyzót. Pihensz egy kicsit, abban megint tudom. Ez volt az időt, mi történt? Eltávolította a salakanyagot, a méreganyagot, és feltöltötte. És te újból tudsz dolgozni. Tehát ez a természetes fáradtság, hogy a tevékenység, hogy nevezik munkavégzés után, a pihenésben regenerálódsz. Ez a növekedési állapot. Nem kell védekezni, mert nincs miért. És nem kell reagálnod semmire, mert pihensz. Ebben az esetben tehát helyreáll a nyugodt szívmunka, a jó keringés, ezáltal jó anyagcsere, és jól érzed magad, kipihented. Például alszol egy jót, és reggel frissen, vidáman érzel, ébredsz, hogy mondja a magyar közmondás, madarat lehet veled fogatni. Mindentől süt a nap, vagy nem süt. Ám, ha pihenés után fáradt vagy, akkor azt jelenti, hogy ez nem természetes fáradtság. Vagyis nem tudtál regenerálódni, és a salakanyagok, méreganyagok nem távoztak oly mértékben, hogy te regenerálódj a megfelelő szintre, százalékba. Tovább is fáradt vagy. Nos,
az emberek évezredek óta krónikus fáradtságba szenvednek. Ma már van egy ilyen orvosság, hogy a fáradtsággal próbálnak, csak nem jó helyen keresik. És a fáradtság oka nem a fizikai tevékenység. Egy martinász, ez a kohó munkás, azt hiszem 6 órát dolgozhatnak csak, kalapba, bőrköténybe, védőfelszerelésbe, ugye ott van a kohó, az olvasztár, természetes fáradtságot eredményez, hazamegy, pihen, kialszik. Te otthon ülsz, nem csinál semmi fizikai munkát, de agyalsz, ahogy szokták mondani, rágódsz valamin, mérges vagy, ideges vagy, szomorú vagy, bánata, ez jobban kifáraszt, mert értéktelen, értelmetlen ez a működés. Na most ezt egy kutya nem csinálja. Egy hölcsög nem csinálja. Ha egy oroszlán a szavannába egy bivaly zargat, de nem tudja utolérni, érdekes módon sem az oroszlán, sem a bivaly nem bosszankodik, vagy nem örül, nincsenek distresszei. Ha észrevesz a kis gazella, hogy lemaradt az oroszlán, mondta egy másik, akkor csapott a kis farkával kettőt, és békésen legelészik, azonnal. És akkor mi emberek miért csináljuk? Miért aggódunk, rágódunk dolgokon? Na, itt a lényeg. Ugyanis nevezzük a legmagasabb szintű az emlősöknél, nincsen hiány, és nincs nyereség. Az életben maradt törvényei persze bennük is működnek, de nincs hozzá viselkedési minta, illetve olyan viselkedési mintát tanultak, de jó lenne, hogy mi is tudnánk, amit a kis oroszlán kölyök megtanul az anyjától, vagy a farkas kölyök a falkában. De ez a létfenntartási ösztönből származó alkalmazkodás. Mondják a kutyát, hogy ez a kutya hogy szeret engem, vagy a macska. Ez a kutya szinte beszél hozzám. Egy nagy tévedés. A kutya, a macska és a házi állatok, és most a házi barát kedvencek nem fognak velem érteni egyet, de nem baj, tudják a lényeget. Ő úgy látja, és ugye a házi állatokat felruházzuk emberi tulajdonságokkal. Szeret engem a kutya. Miért nem a családtagjai? Tehát nem akarok nagyon elkanyarodni, de a lényeg az, hogy itt jön, hogy a genom azáltal, hogy a tudattal a viselkedésemet kontrollálva megváltoztatom, és egyszerűen tudomásul veszem, hogy a pohár leesett, összetört, mit kell tennem, összesöpörni és kidobni. És ezzel kész. Ekkor semmiféle negatív életreváltozás nincs, és az a minta, amely ott van, felülíródik, és nem a hisztamin fog termelődni, ami a védekezést és a fáradtságot okozza, hanem az adrenalin, ami a növekedést fogja majd segíteni. Persze az adrenalinnel is vannak túllépési szintek, amikor például olyan izgalomba vagy, hogy annyi adrenalin termelődik pluszba, hogy egyszerűen akkor is aktívvá válsz, amikor már aludni kellene, és nem tudsz aludni. Például, jaj, holnap megyek életembe, először megyek, mit tudom, egy repülővel, vagy egy szép nyaralásra, és annyira föltermeltem az adrenalin szintemet, hogy jaj, de jó lesz, és akkor mi lesz, hogy lesz, mint lesz, vagyis eszem magamat, hogy ekkor az meg már elemészti saját magát. Tehát igenis a gén állományunkat, ezekkel, most emberről beszélek, képesek vagyunk, persze nem egyik napról a másikra, megváltoztatni a tudatunkkal. Az ősi jóga, a sok ezer éves ősi jóga, ha nem is ezeket a szavakat, mert ugye ezek a fogalmak akkor nem léteztek, de a saját felismerések alapján elnevezték ezeket az állapotokat dharanának, tehát koncentrációnak, dhyánának, meditációnak, vagy elnevezték a legmagasabb szintek a szamádinak.
Ezek mind olyan tudatállapot, amelyben semmiféle distressz nincs. Tehát jön egy inger, azt most már én döntöm el, hogy az bennem növekedést, vagy védekezést, hiányt, vagy nyerességet eredményez. Na ennyiben különbözünk, akár a legfejlettebb, genetikusan 98%, ha jól tudom, a csimpánz és a patkány, ha jól emlékszem. Csak hogy ez a 2% az, ami tudatunk. Tehát az állatvilág ösztön szerint, és a tanult minták alapján, amit nem ért, hogy mit miért, de öröklődik. Na most az embernél az én megváltozott génstruktúrám, amit én változtattam meg, az már öröklődik az utódomba. Tehát itt van az óriási jelentősége a jogának, amellyel a fölösleges reakciókat tudatosan irányítjuk. Azt szokták mondani, hogy jaj, hát ezzel foglalkoznom kell, vagy a pszichoterápia mondjuk, hogy hát dolgozzuk fel, és most ilyen népies, mondjuk egyik barátom, hát dolgozz már fel, hogy nem dolgoztad még föl. Na most ez egy nagy ostobaság. Mit csinálsz? Tovább folytatod ugyanazt. Hasonlattal. Kezeden van egy seb. Szépen magától varasodik, gyógyul. Egyszer érzed, hogy viszket. Volt már neked ilyen, biztos. Mit csinálsz? Vakarod, levakarod a sebet. Mi történik? Vérzik. Nos, kezdődik előről a sebgyógyulás. Megint viszket, megint lerög. De nem jut eszedbe, miért viszket? Megkérdezheti a sebészt, nem fogja tudni megmondani, hogy miért viszket a varosodó seb. Azért, mert elhalt réteg van, és az elhalt rétegtől meg akar szabadulni a szervezet. Ezért le kell vakarni. Csak ha levakarod, akkor a védő réteget és a még nem egészen megerősödött védő réteget is levakarod, és megint vérzik. És ezt ismétled állandóan, mikor fog begyógyulni a seb? Ez csak egy fiziológia rét. Jó, hát egyszer csak be fog gyógyulni. Na most, hogyha ez egy mentális szinten történik, na akkor újból, hogy is volt akkor, és előről mondjuk, újból vakarjuk a sebet, ezzel értéktelen időt és energiát pocsékolunk, és nem jutunk sehova. Sok módszer pedig pontosan ezzel foglalkozik, hogy tárjuk fel a konkrét okokat, vizsgálgassuk, boncolgassuk, miért történt ez vagy az, elemezzük, agyaljunk rajta. Igen, na ez a tévhit. Ez a tévhit. Tudom, én is ezt tanultam. De én magamon rájöttem, hogy mit is csinálok. A joga bölcset azt mondja, kontroll. Jön egy inger, külső, objektív, nem tudsz mit csinálni. Jön a szél, nem tudod leállítani a szelet. A szél érint téged. Érinti a tested, ám hogy hogyan viszonyulsz a szélhez, azt már te fogod eldönteni. Azt mondod, igen, ennek itt az ideje, ez természetes, és kész, letudtad. Ám, hogy ne fázz, fölveszem még egy kabátot. Semmi probléma széllel. De, ha felegyel meg ezt a hülye szelet, hogy fázik most az arcom, ezzel semmit nem változtatsz, csak rontasz. És még jobban megerősíted azt az ingert, ami valójában lenne mondjuk 10%, most már ezzel a tudatszinttel már lesz 40. És benned ennek következtében nem csak az arcodon, hanem az egész testedben megváltozik, és felborul az egész homeosztázis. Tehát az egész rendszer, legalábbis egy időre. Ne felejtsük, hogy a szervezetünknek óriási regenerációs képessége van, amit nem én csinálok, hanem az évmilliók vagy évmilliárdoknak a védekezési és regeneráló működési folyamatai. Ennek már rég nem lennénk. Tehát akkor azt mondja a joga bölcselet, mielőtt kimondanál valamit, kontrolláld ezt a gondolatot. De minek alapján? Nagyon egyszerű. Ér egy inger, annak következményei vannak benned. Ha azt, amit, tehát egy egyszerűen, a kisgyerek még soha nem látott
fát, nem volt erdőbe. Mesekönyvbe lát valamit, és kérdezi, hogy anya, mi ez? Anya válaszol, ez egy erdő, az van ide rajzolva. Ja, erdő. És mi ez az erdő? Anya elmondja, most ez anya volt valamikor erdőbe, és az erdőbe olyan fa mellett ment el, ami korhat, és épp akkor dűlt ki, most kicsit játszunk, akkor ő megijed a fától, vagy félelmei támadnak a mese folytán, mondjuk sötétedő erdőbe van, és akkor ő az erdőt negatívnak fogja minősíteni. És el is kerüli az erdőt. Na most a gyerek lát egy valamit, ami a rajzon van, most már tudja, anyja megmondta, hogy ez egy erdő, ez pedig egy fa az erdőbe. Fából állnak az erdők. Ez egy forma, amit lát a gyerek, de kapott hozzá nevet, erdő, név, és mit tudom én, tölgyfa. Vigyázz, mert a tölgyfa nagyon veszélyes. Vagy nem állsz föl erre a vékony kis fára, mert letörik és kitörik a lábad. Ha ez van a idézőjebb tanító tudatában, jelensebben anyukat tudatában, akkor ő ezt adja át a gyereknek, és a gyerek így fogja látni az erdőt. És hogyha menni akar az erdőbe, nem fog menni, mert félni fog, amit az anyja plántált bele. Sordítsuk meg. Az anyuka sokat kirándult. Nagyon élvezte a kirándulás, az erdőt, a tábortüzet. Látta a kis patakocskát, benne a kis pisztrángot, a nyuszikát, a győzikét. Tehát pozitív élményei vannak, akkor ő ezt a mintát adja át. Tehát a gyerek most ennek alapján fog az erdőhöz viszonyulni. De ez egyik se az ő tapasztalata. Na és ez az, hogy úgy növekszünk át, és úgy adjuk át generáció generációról a tapasztalatokat, és annak pozitív vagy negatív voltát, amit én átéltem. Igen, nem? Csak, hogy én mégiscsak ember vagyok, és növekszem, és lehet, hogy én is elmegyek egy barátcsoporttal félve az erdőbe, de bízok a többiekbe, de azért félek, meg úgy nézem a fát, meg na, mikor ugrik rám a tigris, de látom, hogy semmi nincs, végül is csak megnyugszom, és ekkor a megtapasztalt felülírja a mintát, vagy legalábbis kezdi felülírni. És főleg, ha jól is érzem magam, és tényleg milyen gyönyörű az erdő, micsoda finom illat van, harapni lehet a jó levegőt, ez az én saját tapasztalatom egy idő után felülírja a tanult mintát. Tehát a tudat felülírja az összes fiziológiás és az összes genetikus kódot, sőt, ismétlődés során a régi kiveszik, és folyamatosan az új veszi át a helyét. Miért mondom folyamatosan? Mert nem lehet azonnal. Mi az első, a leges-legelső lépés ebben a folyamatban? Az első lépés az, hogy tudatosan vagy véletlen tapasztalsz. És akkor azt mondod, ó, hát ez nem is úgy van. Ekkor még sokáig úgy lesz, mert még a kód ott van. De a kód már kezd repedezni. És te ismétlődsz, és más-más tevékenységen is elkezded figyelni, mert ez áttevődik, transportálódik a többi tevékenységre is, a felismerés. A történés változik, de mindegyik a lényege ugyanaz. És amikor te felülbírálod a saját tapasztalatod alapján, hogy ez így nem jó, hanem így jó, na innentől nevezheted magad embernek, vagyis tudatos lénynek. Az emberek nagy többsége csak formailag ember, valójában ösztönlény. Ezek alapján akkor gyakorlatilag a félelmeinket is felül lehet írni, vagy például különböző betegségeket. Na, mindent. Azt, hogy a rák egy gyilkos kor, akár ezt is? Orvostudomány ismer, és azt mondja, hogy spontán gyógyulás. Negyedik stádiumú rákos volt, meggyógyult. Igen, mindent felül tudunk írni. Csak hogy ezt a mi civilizált kultúrvilágunk idézőjelbe, ezt nem tudja, nem ismeri.
Pedig életében minden emberben számtalanszor megtörlik ez az átkódolás, anélkül, hogy észrevenné. Mert rájött, megváltoztatta, de már nem foglalkozik vele. Például vezet valaki autót, és többször tapasztalja, hogy csúszik az út, és akkor, ha nem megfelelő sebesség, vagyis több, akkor kisoddul, hogy jó, nem történt semmi, csak kicsit megcsúszott. Még nem is nagyon. És akkor mindjárt ott van, hogy hoppá, le kell venni a gázt, hogy lassabban menjek a kanyarba. Ez berátírás. De erre nem figyel oda senki. Na most ez a természet létfenntartási ösztön irányítja, de nem tudatosul. Na most azért vagyunk tudattal rendelkezők, hogy ezeket visszapörgésre átgondoljuk. És a következő helyzetben már tudom, kanyar, hó, már leveszem a lábam a gázról, és szépen a kanyarba, megfelelő sebességgel, hogy ugye a centrifugális erő ne dobja ki a kocsit az árokba, ezért szépen megy a kocsi. Majd miután olyan helyre értem, finoman adom a gázt. Most ezért én egy-két szóval álló, de már egy szóval olvasztottam, ezzel az egy szóval, amióta ember van a Földön, és most és amíg lesz, ez az egy szóval meg tudom minden konfliktusnak, problémának az okát mondani. Tehát mi is ez az egyetlen szó? Kontroll hiány. Ha ér egy inger, akkor a tudat alatti azonnal beindítja az inger választ a tanult minták alapján. Na most a tanulásnak, az önkéntelen tanulásnak, hogy először csak utánzás, és a későbbi tudatos tanulásnak van egy alaptörvénye. Ez a kételkedés nélküli abszolút elfogadás. Mert a kételkedsz, már nem tudsz tanulni. A későbbi kételkedés, az egy más dolog, az már az egóból indul ki, mert nem értem, és akkor inkább nem hiszem el, vagy össze-vissza beszélek, mint például nem oltatom be magam, mert miért? Ugyanakkor a világon több tízezer tudós foglalkozik vele, és beoltja magát, vagy beoltatja magát, de ő, akinek van egy 8 általánosa, ő nem. Mert ezt látta, ezt hallotta, ő tapasztalta? Nem. Minek az alapján? Más egyéb félelmei most ide datálódtak. De ezt nem tudja, hogy egy félelemtranszport van. Aztán van egy másik, hogy nagyon sokszor nem ő győzött, hanem mások, és ez egy megkésett dackorszak, és egy megkésett bosszú. Nyugodtan tiltakozhatok, és nem adatom be magamnak, anélkül, hogy tudná, hogy ez valamilyen vágyam nem teljesült. De nem tudtam mit tenni, mert a hatalmi pozíció nem nálam volt. Befogtam a számat, mindegy, hogy hány éves vagyok, és ott maradt bennem a tüske. Na most itt lehet tiltakoznom, megtehetem, hogy nem adatom be, de ez a dackorszak, ez egy mindegy, hogy 60 éves, akkor is ez egy 3, 4, esetleg 5 éves gyerek dackorszaka, és a bosszú. Megtehetem, mert nincs bünti. Nincs bünti. És fölülírja, látod, az ego az élet védelmét. Visszatérve az egészhez, a tudat a minden. A tudat és a tudattal kapcsolatos ideirányoló gyakorlatok, azok valójában a legegyszerűbbtől, így mondom, mert a mi nyelvünk ismer ilyeneket, a jóga nem, a legegyszerűbbtől, a legalacsonyabb rendűtől, a mi nyelvünket használom, a legbonyolultabb, legmagasabb rendűig minden gyakorlat ezt szolgálja. Az, hogy tudatos legyél. A tudat az egy adott, az van. Csak mi a tudatról ugyan beszélünk, de nem tudjuk, hogy mi az. Egyszerűen azért, mert a tudat az nem anyagi. A jógában megnevezzük, és adunk neki azt, hogy Shiva, magyarul szellem. Ez nem az a szellem, hogy éjfélkor lepedőbe láncot csörgetve szaladgál. A
tudat az a legfelsőbb. Ennek fokozatai vannak. Ez kapcsolja az elmét, és az elme kapcsolja az agyat, mint anyagot, amely megvalósító. Az agy kapcsolja az idegrendszert, ezen keresztül a hormonrendszert, és azon keresztül az immunrendszert. Tehát ezért vannak azok a spontán gyógyulások, vagy javulások, amit az orvostól nem tud sehova tenni, mert olyan erős elhatározása van az illetőnek, hogy ez olyan a változásokat hoz létre, hogy elindulnak azok a fagociták, amik megölik a rákos sejteket. Hát persze ez nem jellemző minden emberre, mert mi pont fordítva csináljuk. A fene gyem meg beteg vagyok, hú, a fene, hogy fáj a fejem, vagyis szenvedünk. Na most ez a szenvedés az, ami generálja tovább a betegséget, és egyre több veszteségem lesz. Egyre több energiát pocsékolok erre. Ha voltál kórházba, vagy csak látogattál, és nézted ott, mindenki nyavajog. A beteggel ki foglalkozik pozitívan. Na, hogy vagyunk, kedves, hogy vagyunk, már mentem is tovább. Az egész orvoslás, az orvos és beteg kapcsolata egy óriási renovációra szorulni. Amikor elsős voltál, volt egy olyan szankalpánk, hogy az egészség bennem van, az egészség én vagyok. És akkor megdöbbentő volt az első mondatom, mit csinálj, ha beteg vagy, és kérdeztem tőle, mit csináltok, akkor mondtátok, hogy a fene gyere meg, nem is tudom, csak már félek, jaj, már megint beteg vagyok, jaj, rosszul leszek, és mit jelent ez, hogy nem tudok ezt vagy azt csinálni, ha vágyjátok, tudom, kiteljesítem, ha beteg vagyok, akkor nem mehetek moziba. Nem mehetek randira. Nem mehetek a fodrászhoz, mert az ágyba könyögni. Ez van bennem, vagyis a hiány. Ha nem így, akkor hogyan kellene viszonyulnunk a betegségünkhöz? Tehát ez a betegségtudat, ez erősíti. Ám ha én azt mondom, hogy megfáztam, vagy bármilyen betegségem, akkor azt mondom, hogy nagyszerű. Örülök neki. Ugye milyen faramuci dolog? Pont az ellenkezőjét kell csinálni. Ugyanis ha azt mondom, igen, ez a betegség, én ezzel ezt tudom kezdeni, nem kell egy szakember, megyek az orvoshoz, de nem hagyom ki magamat. És azt mondom, hogy hányszor voltam már beteg, ilyen, olyan, amolyan, de még mindig kigyógyultam. Most is kifogok. És azt mondom, hogy jó, ez egy magától értető dolog, mire figyelmeztet engem a betegség? Például megfáztam. Ja, elmentem, mondván, hogy jó idő lesz, nem kell vinni pulóvert. Hoppá, de mégis hideg lett. És esett az eső, ennyit se vittem. Bőrigáztam, megfáztam. Tehát akkor az influenza, vagy a különböző baktériumok, vagy vírusok voltak azok a betegségemnek? Nem, én. Tehát fölgöngyölítem. Persze nem biztos, hogy egyszerű, és nem biztos, hogy rá tudok jönni, de azt mondom, ez a betegség, ez azt jelenti, hogy valamit nem jól csinálok. Hát nézzük meg, de az sem biztos, hogy rájövök. De segítséget kérek. Tehát az, hogy hogy állok valamihez, hogyan viszonyulok valamihez. Ja. És itt jön a tudatosság. De a tudatosság, fogják hallani mindjárt február 18-án az ingyenes előadáson az ott lévők, ott kezdő tudatosság, hogy van-e életcélod. Milyen életcélod van? Mi a ma emberének az életcélja? Pénz, 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 az általa elérhető anyagi javak, az általa elérhető vágy kiteljesítések, amelyek többször egészségkárosítók, mint egészségjavítók. Buli. Mi a buli? Egészségkárosítás. Zabálunk, iszunk, drogozunk, cigizünk, pletykálunk, tehát mindent megteszünk, hogyha hamar betegek legyünk és meghalljuk, mert pocsékoljuk az életenergiánkat új dolgokra, amelyek semmi köze az életemhez. Tehát örömmel fogadom a betegségemet, és azt mondom, hogy
meg fogod gyógyulni. És ez szükséges az előírt gyógyszer, addig szedem, amíg használom, mert ennek oka célja van. Tehát ha van egy életcélod, de az az életcél nem az anyagi világhoz kell, hogy kötődjön. Persze a joga bölcsélet nem mondja, hogy neked ne legyen akár 20 Rolls-Royce-od. Miért ne legyen? Ha lehetőséged van, legyen. Csak ne hidd, hogy attól te több leszel. Sőt, a gazdag emberek a legbetegebbek. Mert bíznak abban, hogy rengeteg pénzen van, a legdrágább orvost is meg tudom fizetni, csak ő orvoson gondolkodik, és nem egészségbetegségben. Tehát a gazdag emberek többször betegebbek, és rosszabbul alszanak, mint a szegények. A szegény nem ér rá hűlni. Mi kellene, hogy legyen a valódi életcélunk? A joga azt mondja, az életcél egyszerű, amivel születtél. Azt ért, mivel születtél? Amivel született mindenki, ez a csend, a boldogság, a szeretet, a béke, a nyugalom, az egészség, és az öröm és a szabadság. Ezekre senki nem tanított meg téged. Tanított valaki nevetni? Igen, a tévé előtt tanítják, hogy hogy kell nevetni. Na de hát ez nem nevetés, az egy manír. Szofász a reklám. Szép fejére a fogam. Tehát ma azt kell mondani, hogy az emberek a tudóbb által meg vannak vezetve. Mindenre érvényes. A termelő-fogyasztói társadalom egy folyamatos megvezetés. Elhitettetik veled, hogy ez és az a termék, az neked fontos, mert attól te több leszel. Például. Engem a mobiltelefon oly mértékben érint, hogyha hívnak valaki, akkor fölveszem és beszélek, vagy én akarok hívni valakit, vagy amit még értékesnek tartok általa, az, hogyha olyan helyzetben vagyok, akkor a telefonon keresztül tudok segítséget kérni. Régen otthonról nem cipelhettem bele a csörgetős telefonomat, ha elutaztam, mondjuk Horvátországba, mert el is vittem a telefont, hol van a konnektor, amiben bebedugom a vezetéket. Tehát ilyen mértékben azt mondom, hogy technika, annak van egy bizonyos embert segítő része. De ma már a technikának a nagy része ember ellenes. Csodálom ezeket a lassan önjáró autókat, de miért kellett? Mert az, aki ember és beül, az nem vezet már. Nem autóba ülök, és nem autót vezetek, nem ez a tudatában. Hanem minden más. Ezért nem figyel a sebességre, nem figyel a jelzésekre. Tehát most a gépek veszik át azokat a funkciókat, amit az embernek kellene csinálni. Csak hogy a termelőfogyasztói társadalom az sokkal többet rontott az emberen, elsősorban a figyelmen, a türelmen, az átgondoláson, mert nincs semmire idő. Azaz idő mindenre van, csak annyi vágyam, annyi mindent szeretnék, hogy ez egy hónapba se fér bele, amit egy nap meg akarnék valósítani. Ezért a reklámokat betiltanám. A reklámokkal megvannak az emberek vezete, lásd a gyógyszerreklámok. Milliárdok kerülnek be a kasszába a reklámozó gyógyszerekből, mert az embereknek nincs kontrollja. Tehát az, hogy fáj, akkor utána kell benne, hogy miért fáj, mert a fájdalom az egy jelzés. Nem az az eljárás, hogy beszedem a fájdalom csillapít, ami akár 12 óráig is működik, ami nem kétlem, hogy fájdalom csillapító, mert ott van a vegyszer, csak éppen az volt az idő alatt, amikor én elnyomtam a fájdalmat, a betegség ugyanúgy tovább fog romlani. Nem javít semmit se. Mi a megoldás? Ilyen egyszerű mondat képzeld el, mintha írnál. Én diktálom.
pont, 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 pont. Kettős pont, el tudtad képzelni? És ezek után hogyan érzem most magam? Leírtad. Na itt ez az életed kulcsmondata. Tehát nem az számít, hogy hol voltál, mikor voltál, kik voltak ott, mi történt, ki hogyan reagált, te hogyan reagáltál, ez mind nem számít, és itt fenékbe rúgtam az összes pszichoterápiát, mert én nem így csinálom a pszichoterápiákat, vagy a kedves kollégák, de hát ők böcsületesek, amit tanultak, azt csinálják. Nem mondom, hogy nincs eredmény, de nem egészen. Tehát akkor, hogyan érzem magam? Nem jól. Nem jól érzem magam? Hát ez nem jó. Most innen megyek vissza, hogy miért is nem érzem jól magam. És nem azt keresem, amit a pszichoterápiában csinálnak, hogy na akkor mi történt? Ki mit mondott neked? Megsértődtél? Megbántottál? Ezzel még jobban elmélyítem. Hanem magamban keresem azt, hogy miért úgy reagáltam rá. Van egy régi, kevésbé használt pszichológia, az individuál pszichológia, amit én elvégeztem, ahol eljutottak már odáig, hogy hol láttam azt a viselkedést, vagy kitől, ahogy én most viselkedek. De itt nem csupán erről van szó, mert azt a trilliárdnyi emléknyomot már honnan a kutykurúgyból tudom, hogy kitől láttam, mikor láttam, hol láttam, mert ezek eltűnnek, csak a lenyomat maradott. Helyesebben a lenyomat, mint rezgés. Amit a macskám is elraktároz, és azt mondom, helyedre, ő semmit nem ért, csak a rezgést érzi a fülében, ami a rezgés azzal van kapcsolatban, azzal az ízében, ami befekszik. Ahol meleg van, a jó érzi magát. Erre semmit nem tud a macska. Ez egy feltételes reflex. Na most, tehát ott tartottunk, hogy pont, 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 kettős pont, hogy szépen irodalmiak legyünk, és ezek után hogyan érzem magam? Na itt a lényeg. Jól? Nem jól. Ha jól érzem magam, akkor igazából nincs tovább, hanem azt mondom, nagyszerű, akkor ezt tovább is így fogom csinálni. Sőt, esetleg továbbfejlesztem. Ám ha nem jól, akkor azt mondom, hogy az a reagálás, ahogy reagáltam, basszus, az mit is keltett bennem? És ennek vannak fiziológiás érzetei, amely különböző funkciózavart jelez. A fájdalom is ez. Vagy például a légzésem megváltozik. A légzés azonnal megváltozik. Tehát akkor földerítem, hogy az a minta nem jó. És akkor látsz, igen, hát a múltkor is ezért dühöntem, a múltkor amazé voltam ideges, ott így sértődtem meg, ott úgy megbántottak, és ezek kezdek összegőződni, hogy tulajdonképpen ki az, aki válaszol. És nem én, hanem a tudatalattiban elraktározott mintát. Ezért írnak olyan könyvet okosok, hogy nekem is van, hogy a tudatalatti csodálatos hatalma. Csak hogy a csodálatos, én idézőjelbe teszem. Uralkodik rajtad, életed végéig. Na de hogyha te tudatos lény vagy, és azt mondod, nem akarok szenvedni, nem akarok beteg lenni, na idáig eljutottunk mi is, hogy senki nem akar beteg lenni, senki nem akar korán meghalni, de mindent megtesz, hogy mégis úgy legyen, mert tudatlan. Most a joga, mondjam így, technikák és módszerek, ezek mentális szintűektől kezdve egészen a fizikális szintig mindent tartalmaznak. Ezen keresztül megtapasztalod azt, hogy jól vagyok. És jó vagyok. Két különböző dolog. A jól vagyok, azt jelenti, hogy jól érzem magam. A jó vagyok pedig a szociális kapcsolatot jelenti. Nos, tehát a jóga az az emberi nevelés tudománya és művészete. Semmilyen nyugati egyetemen,
ilyen nincs. A pszichológus képzésben sincs. Amikor már nem emlékszem, hol egy pszichiátri-pszichológia kongresszuson, hát legalább 40 éve volt már, nálam már dobálódzok az évtizedökkel. Mellettem ült egy kollégina, és mondta, hogy jaj, de jó, hogy most egy kis szünet lesz, mert a szünet után ő lesz az első adás, és addig valahogy kifújja magát, mert rettentően izgul. De miért izgul? Hát azért, mert ugye itt van vagy 150 ember, és most előadást tart, és hogy mit fognak hozzá szólni? És rettentően feszült és nyugtalan vagyok, és jaj. És mondom, és mi az előadás a címe? Hogyan lehetünk mindig és minden körülmény között nyugodtak? Tehát amikor hazánk egyik fő, legalábbis annak tartja, hogy a legfőbb pszichológus doktor a Magyarországon, XY, nem mondom, hogy nő vagy férfi, és akkor ír egy cikket valamiről, és ezt közre teszi a szaklapokba, és a kollégák fele ezt a írományt negatívan véleményezte, akkor ő kikelve magából, megsértve, kikérte magának, hogy a bárkit az országban megkérdőjelezze az ő tudását. Na, itt jutottunk rá az egóhoz, és az, hogy az egó hogy alakul ki, és az egó az ösztönszintű, mert az egónak nincs önálló tudata, hanem a létfenntartási, fajfenntartási ösztön tükörképe. Arra való, hogy ezt megvalósítja. És innentől nincs kontroll. Én, tehát az énség, ez az ahamkár, az én csináló, és az enyémség, ez a rákfenéje az emberiségnek. A joga pedig ezt alakítja át, és nincs én, te, ő, mi, ti, ők, hanem mi van. Mi van? Egység. Ha úgy gondolod, hogy ez a beszélgetés értékes gondolatokat tartalmaz és másnak is segíthet, oszd meg a videót, és iratkozz fel YouTube csatornánkra. Várunk szeretettel Facebook oldalunkon és Instagram csatornánkon is.